Szervusztok! Szép estét kívánunk mindenkinek itt az Irodalmi Rádió Könyvklubjában. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk. Akkor is, hogyha élőben nézitek a műsort, akkor is, hogyha felvételről tekintitek meg. Természetesen, hogyha élőben követitek ezt a élménybeszámolót, mert hát tulajdonképpen ez a könyvünk, ez a műsor arról szól, hogy könyvekről beszélgetünk, amit éppen olvastunk, illetve házi feladatként ugye a könyvklubhoz csatlakozó nézőinknek is feladunk, hogy itt hozzá lehet szólni a műsorhoz. Tehát az élő videó alatt lehet kommentelni, hogyha olvastátok a aktuális könyvet. Tehát aki élőben tart velünk, most így, ugye október 1-én, kedden 7 órakor, vagy 7 órától ő tud velünk élő interakcióba lépni, viszont azok is kedvet kaphatnak két könyv olvasásához is tulajdonképpen a műsorban, akik utólag nézik meg YouTube csatornánkon vagy a Facebookon az ismétlést, mert ugye erre is lehetőség van, és azért mondok két könyvet, mert ugye mindig beszélünk egy aktuális előző olvasmányról a műsor első felében, és a Második felében pedig ajánlunk egy új könyvet, amit, hogyha úgy gondoltok, akkor ö, elolvashattok, és ö, fogunk majd jelentkezni ugye a későbbiekben is ennek a kibeszélőjével. Igaz, hogy azt még nem beszéltük meg, hogy az mikor lesz. De, hát ezt a, ez valóban. Ezt a mai műsorban nem, nem fogjuk elmondani de minden könyvklubos Facebook posztunkban, illetve a hírleveleinkben is erről mindig lehet tájékozódni, tehát nem fogtok lemaradni. Majd időben értesítünk mindenkit. Illetve azt szoktuk még elmondani az ilyen bejelentkezések alkalmával, hogy bármikor lehetem csatlakozni a könyvklubhoz, nem fogunk megharagudni, hogyha nem évelejétől vagytok velünk, hanem bármikor kedvet kaphatok hozzá, és, és olvashatok velünk. Hát igen, ezt a mai ö, Facebook ö, posztunkban is kiírtuk, hogyha akkor szeretettel várunk, ha idén még semmit nem olvastál. Mert igen, lehet, igen hogy ilyen szörnyűségeket nem is akarok hallani. <laughs> lehet, hogy ez lesz, a mai nap lesz az, ami kedvet csinál egy könyvvel olvasásához. Ez sose lehet tudni, hogy mikor uh, harap rá az ember, mikor kezdi el az ember az olvasást. Uh, ugye mi is néhány éve kezdtük újra aktívan az olvasást, mert jó néhány év azért kimaradt nekünk is. Uh, uh, Fiatalok korunkba ifjú korunkban sokat olvastunk mindketten, de aztán volt egy szünet ebben, és megbeszéltük, hogy újra indítjuk, és azóta tulajdonképpen ezzel párhuzamosan indult el az Irodalmi Rádió könyvklubja, ami egyrészt ugye inspirációt ad, és ott van az, hogy tulajdonképpen feladat is elolvasni a könyvet, mert adunk egy bizonyos határidőt, amire Nekünk feltétlenül el kell olvasni a könyvet, hiszen Igen, akkor igyekszünk. nem tudjuk megcsinálni ezt az élő bejelentkezést, mert hát kamúzni nem szeretnénk arról, hogy most elolvastuk vagy nem olvastuk. Ami a könyvklubban benne van, azt a könyvet mind a ketten elolvassuk. Addig az időpontig, amikor ez az élő műsor rögzítésre került. Volt egy-két netes alkalom, de. Ez, ez, ez rámértendő. Igen, én kiszoktam centízni, ezt nagyon kiszámolom, és akkor még lehet, hogy könyvklub előtt két nappal még van egy ilyen 100-150 oldalom, biztosan el fogom olvasni. De ez az én hibám is, mert mindig én olvasom először. Meg az én hibám. És aztán ugye én ö, általában lassabban olvasom. Most is három könyvet ö, olvasok egyszerre, a vers és az állandó, mert... Ö, az, az egy külön élvezet, ugye egy-két verset elolvasni egy nap, és belefogtam abba mostanában, hogy két nagyobb könyvet is egyszerre olvasok, egy-egy fejezet ebből, egy-egy abból, és általában a munka is így megy. Tehát mivel rengeteg mindent kell csinálni, így felváltva, rotációba csinálom én a dolgokat. Adrián ő kitartóbb egy dologban. Például most egy nagy regény szerkesztésébe fogod bele, és nagyon mást addig nem is fog csinálni, amíg ugye azzal nem végez. Ugye a napi rutin teendők mellett, mert az mind a kettőnknek van, akár ugye e-mailek megválaszolása, akár számlázás, stb. De, de nagyon elkagyarodtunk a történettől. Na mindegy, az a lényeg, hogy olvassatok sokat, és amit ugye már a kiolvasni, az Elena Ferrante Brilliáns barátnőm című könyve, ami röviden összefoglalva mind a kettőnket megvett, ugye tehát... Az biztos, úgy ahogy mondod. Adrien csodálkozva nézett rám, mikor azt mondtam neki, hú, hát ez nagyon jó könyv, hogy ez nekem nagyon tetszik. Igen, meglepett. Őszintén szólva nem gondoltam volna, hogy ez így ilyen közös kedvenc lesz. Nem minden könyv lesz közös kedvenc, az előfordulhat, hogy az egyikünknek tetszik, a másikunknak kevésbé. Ez többször fordul elő, viszont azon kevés könyvek, amik tényleg mind a kettőnek kedvencei lesznek, azok, azok különleges érzéssel töltenek el bennünket. Lásd, Murakami Haruki. Összes könyve. Igen. Úgyhogy de te is ugye 50, oldal után már azt mondtad, hogy, hogy ez nagyon jó. Úgyhogy... Igen, nem is kellett annyi, nem túl az a kedves férjem. <laughs> Én, úgy van, általában a könyvklubos könyvekkel úgy vagyunk, hogy Árpád szokta elsőként olvasni, és én ugye, ahogy mondtam, kiszoktam centizni, és akkor tényleg könyvklub előtt általában egy-két nappal beszoktam fejezni, vagy már volt olyan, hogy még könyvklub napján is olvastam reggel, mert ö, azt tegyük hozzá hogy sokszor késő estig, meg néha kora reggel is, kora reggel, reggel is szoktam olvasni, vagy könyves oldalakat nézegetni. És hát nem kellett nekem 50 oldal, de annyira élvezett volt hallani, hallgatni, amikor a férjem arról most, hogy mennyire jó, és akkor én már egy picikét azért félve állok neki, hogy Fú, hát ha ő ezt mondja, akkor, akkor én is nagy elvárásokkal fordulok ö, a könyv felé, és akkor annak tényleg valami, valami nagyon jó könyvnek kell lenni, és annak olyat kell szólnia, hogy csak na, ha már a férjem ezt mondja. Ez, például Tompond-nál is ez volt, hogy nagyon-nagyon sokáig hallgattam amikor a férjem a rózsákról mesélt, és akkor már tudtam, hogy na, akkor aztán tényleg jó könyvvel állok szemben, és, és most is így volt, és Dragománnál is így volt, emlékszem, sosem fogom elfejteni, amikor a mágiáról beszélt, és már akkor is annyira izgatott, hogy ú, te jóik, hát akkor ez milyen lesz. És általában én meg mostanában nem olvasok pár uzamosan több könyvet, hanem felszoktam rúgni a könyves listámat, és akkor így random, ó, hát akkor tényleg ezt is elolvasom, és teljesen megszakítok mindent, és akkor beveszek egy sorozatot, aztán teljesen elbuklászok máshol, aztán visszakeveredik a könyves listán, folytatom, aztán megint egy kicsikét útra megyek, hogy akkor, ó, jó rendben, akkor még lehet, hogy ezt is kellene, ó, na jó, ezt is elolvasok, és akkor így igazából most ilyen összevisszaság jellemzi az én könyves listámot, amit nem bánok, mert az első könyves listánál nagyobb merre voltam, akkor így amit leírtam, akkor ezt abban a sorrendben kellett olvasnom, és semmivel nem szakíthattam meg, és most ezt így egy kicsit felengedtem, és sokkal lazábban állok hozzá, úgyhogy most össze visszadobálom a könyveket, és szúrogatom be, hogy akkor most mit is fogok olvasni, de nagyon izgatott a brilliáns barátnőm, és annyira élveztem, nem láttuk a sorozatot, mert azt majd arra majd külön fogunk kitérni, hogy ebből ö, sorozat is készült. Nem láttuk direkt először hasonlánk a könyv, ez így helyes, legalábbis mi így gondoljuk ha bár volt olyan, hogy én elolvastam a Norvég ami nagyon nagy kedvencem, mind a mai napig, és aztán megnéztük a belőle készült filmet, aztán az, 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 nagy csalódás volt számunkra, szerintem el is aludtam a végén, az, az egyáltalán, hogyha az kerül elém, nem biztos, hogy kedvet csinál, de, de a könyv az a szerelem, úgyhogy viszont én nagyon kíváncsi vagyok a sorozatra, ebből a kötetből, Pozitív vélemények vannak róla, elég jó kritikák, de hát a könyv az zseniális. Én, én ellen a felrendter a jongó lettem, hát én mondtam a férjemnek, hogy nekünk az összes többi könyv kell, hát ilyen, nem, nem lehet az, hogy nem tudjuk, hogy mi történik majd a szereplőkkel, és itt, és itt nem csak a két lányról beszélek, hanem az összes többi szereplőről, aki közel került hozzánk, vagy épp. Ellenszenvesé vált számunkra, számomra. Na de egyébként megint elkalandoztam, aztán elvittem az egészet. Semmi baj. <laughs> Már a sorozatig. Közben bejelentkezett Pete Márgit, üdvözlünk, szia Margit. itt szia vagyok, Márgit. sziasztok! Örülünk. Az ajánlott könyv még kérés alatt van a könyvtár közében, de most olvasom a Gyermekverses Antológiát, éjjel, hová tűnt a kérdőjel. És Vámos Miklós apvák könyve című kötetét, valamint Szabó T. Anna elhagy című verses kötetét. Hát akkor te is egyszerre olvasoltunk minden nagyon helyes, és örülünk neki, és gratulálunk a Bizony. Uh, kitüntetéshez ezúton is, amit a polgáron kaptál, megérdemelt. És köszönjük, hogy itt vagy velünk, uh, mint ahogy a többieknek is, akik élőben néznek. Szóval, brilliáns barátnőm, ugye, ha megyünk a történetbe, akkor két lány, akik barátok, életét dolgozza fel egészen gyerekkoruktól, és az első kötet, ugye, onnan indul, hogy gyerekek, egészen addig... Hát kamaszkorig tulajdonképpen. Hát még meg nem nősül a, az egyik. Egészen fiatalon, akkor ezt tegyük hozzá zárójában. Úgyhogy ezt a részt öleli fel, ugye Olaszországban élnek, úgy, ezt is érdekes elmondani, mert hogy a, az akkori, a, a mivel hogy ez a történet a második világháború hát az után az 50-es évek indult, tehát a 20. század második felében játszódik, az akkori olasz viszonyok, hogy ugye egy háborúban vesztes ország, ugye a családok többsége szegény, de ugye indulnak a, a, az újjáépítések és a tervek mindenkiben, hogy hogy lehetne, mint lehetne jobban élni. És ugye az egyik fonál, egy nagy álom, hogy az egyik család, ugye én régebben olvastam, a, a melyik lány a cipész? Na, mi az egyik lány? Várj, mond? Hát, hogy melyik csinálja a cipőt? A cerulók. A ceruló. Vagyis Celány. hát nem néztük meg a kiejtését, leírva így van, igen. A lilujék. Na, ők csinál, ugye az apa abban a családban cipészmester, de csak azzal foglalkozik ilyen napi kis ügyekkel, hogy megjavítani a rossz cipőket, és akkor a gyerekek ugye már tovább gondolják ezt a történetet, és nagyban gondolkodnak, hogy miért nem csinálnak szép új divatos cipőket, ugye a lány megrajzolja, és akkor a bátyával együtt neki látnak, hogy egy szép cipőt készítsenek, és el is készítik, de az apjuk ugye kis hitű, és azt mondja, hogy á, ebből nem lesz semmi, ebből nem lehet megélni, meg hogy nem lesz az, aki megvegyen egy ilyen drága cipőt, mert hát rengeteg munkaóra van benne, minőségi anyagok, nagyon szép cipő. De aztán ugye jönnek képbe mások, fiúk, és az egyik fiú, aki aztán udvarló is lesz, ugye, megveszi a, a cipőt, és akkor ugye az egyik szál, ez a cipő sztori, hogy hogy lehet kitörni valami nagy álommal a, a közben felhasználva a családi tudást is, ugye az apának az örökségét, hogy lehet egy ilyen álommal boldogulni. Ez mind végig egyébként cél az, hogy ők kitörjenek mert ez, ez egy szegény telep, ahol ők élnek tulajdonképpen elég szegény családokkal, és nekik az nagy vágyuk, hogy akkor ők majd meggazdagodnak, és látják maguk előtt a kis kincses ládát, és, és még van olyan álmok is, hogy akkor majd ők olyan regényt írnak, akár közösen, vagy olyan könyvet írnak, a Kisasszonyok című könyvel olvasása után, hogy, hogy, akkor majd ők is megírják a, a legjobbat, a leget, és, és akkor majd meggazdagodnak. És ehhez ugye a tudásvágy is épül bennük, hogy, hogy egy idő után rájönnek, hogy tanulni kell, hogy akkor ők sokkal több mindent el tudjanak érni. És ebben sokszor szellemi riválisok is. Hogy van, amikor, tehát hogy ez a barátság, ez, 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 ez sokrétű, hogy, hogy Egymás nélkül is akarnak, de nem is tudnak élni, tulajdonképpen, hogy, hogy valamikor nagyon egymásra vannak hangolódva is, és nem tudnak egymás nélkül lenni, valamikor meg tényleg riválisokként tekintenek egymásra. Ugyanis az egyik ö, lány tovább tanulhat, ugye meggyőzi a tanárnő a szülőket, a másik viszont, a másik lány viszont nem, nem tanulhat tovább. Igen, ugye a cipész lány, ő, Így van, ő nem inkább elfoglalja elvenni. magát a Viszont nem marad le? Nem marad le, mert azt csinálja, hogy mindig megkérdezi a barátnőjét, hogy éppen mit tanulnak. Igen. És ha például latin tanul, akkor ugye elmegy a könyvtárba, és kives egy csomó latin könyvet. Az és egész család megtanulja. nevére, igen. Ja, és az a, vannak ilyen vicces momentumok is benne, például, hogy ugye beiratkozik a könyvtárba az egész család nevére, és aztán a könyvtáros csinál egy olyan dolgot, hogy megjutalmazza azokat az olvasókat, akik a legsűrűbben kölcsönöztek könyvet, és a cipész lány egész családja jutalom könyvet kap, <laughs> mivel hogy a, a lány kölcsönzött helyettük. Úgyhogy ilyen vicces momentumok is vannak benne, és hát természetesen, ahogy már említettem is egy fél szóval, a fiúk, a szerelem... A csalódások, a boldogságkeresés, ez mind benne van, az, hogy hogyan nőnek fel a lányok. És hát nem csak öröm és boldogság, ugye, hanem van egy abúzus is a történetben, ugye, mikor az egyik lány, és ez vissza-visszatér, egyébként ez az emlék, mivel hogy a, 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 az egyik fiúnak az apja, aki be, esik, nem az apába, hanem a, a, fiúba. a fiúba, az apja, ugye úgy közeledik hozzá a kislányhoz, ahogy nem kellene, és ez egy nyomot hagy benne, tehát egy ilyen vonulata is van ennek a történetnek. Igen, és ez Elenával történik, a portás lányával. Ö, tulajdonképpen a tanárnő, aki, aki meggyőzte a szüleit, hogy érdemes tovább tanulnia, és tényleg ö, lehet, hogy az elején küzdött, de aztán tényleg ö, szép eredményeket ér el az iskolákban. Ö, elküldi őt a, valamilyen rokonához ö, nyaralni, hogy legyen egy kis színe, hogy egy kicsit kiszakadjon a telepről, hogy ráfér egy kis pihenés, és ö, igen, a az apának a fiába szerelmes, nyinyó vagy nem tudom a kiejtését a fiúnak, és az apa és fiú között elég nagy konfliktus van, és nem is tartózkodnak egy időben ott azon az üdülőhelyen, ugyanis tényleg egy helyre keveredtek Elenával, és egyik este, amikor nincs ott a fiú, és ott van az apa, akkor, akkor így megtörténik ez a, ez a dolog, amit egyébként eddig ebben az első részben mélyen elhallgatott is, és magába zárt is, és, és felfeljön benne is, és, és undorral tölti el is, és, és nem is tud utána a szerelme a fiú szemébe nézni, kerüli őt sokáig. Szóval sok minden van ebben a könyvben, tényleg lenyűgöző, ahogy, ahogy így akár barátságról, akár a női lélekről olvashatunk. Mindig mondtuk, hogy Knausgaard ugye közel engedi az olvasókat a férfiak lelkéhez, hát akkor Ferrante, ami egyébként egy írói állnév, és majd erről is fogunk beszélni, mert annyira izgalmas, hogy fogalmunk nincs, hogy ki valójában ellen a Ferrante. Ő meg a női, a női lelkekhez, lélekhez enged közel, elég közel bennünket, olvasókat, hála az égnek. És ez nagyon működik, is. És ráadásul úgy ér véget az első rész, olyan csattanóval, olyan, olyan gyomrost kap az ember, hogy azt várja, hogy akkor jó, akkor hol van a második rész, hogy hogy folytathassam a második kötettel. Hát igen, mert vannak ugye gazdagok is azért a, 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 a településen, a szaratóre, ugye, nem az nem a szaratóra, nem, nem. A... Ó. Na, hát mindegy. A nevek, neveket, neveket, Kell De egy nálunk. van segítség a könyvben, igen. mert elég sok szereplővel dolgozik. A száratóra család szolára. az az, akinek igen. A Elena igen. szereti a... A szolarát. A, a szolárák. Ott vannak alul. A igen, család. a Szolarák család. Na, igen. Ők gazdagok, akik ugye kereskedők, és akkor sok mindent megengedhetnek a fiúk. Saját kocsival furikáznak a városba, ugye azzal szedik fel a lányokat, meg minden, és akkor ők is csinálják, ugye, a feszültséget tulajdonképpen. Ott, mert hát egyrészt ugye a szegényebbek irigykednek rájuk, másrészt pedig elítélik őket, amiért ilyen nagyzoló életet folytatnak, de hát tesznek is róla, hogy egyébként így ne szülessen béke egy hamar. De hát ugye könyvben. ők ki vagyok, mi vagyok, ez a féle család, bármit megengedhetünk magunknak. Úgyhogy ezt, ezt is jól kidolgozta egyébként az író ebben a, a könyvben, tehát minden eleme megvan a, a, a kis olasz városban a, a, a társadalom összetételét tükrözi tulajdonképpen, hogy vannak szegények, többen, néhány gazdag, ami, akik sok mindent megtehetnek, és úgy száll, ugye ez lejön a fiatalokhoz is. Meg aztán vannak ilyen őrültek, vannak rémképek, akikről lehet félni, Hát egészen gyerekkorban azért nagyon jól ábrázolja a gyerekkori félelmeket, hogy, hogy a, a, fantáziával összekötve, hogy, hogy mikre nem gondolnak, ha például eltűnnének esetleg a babáik, hogy, hogy mi ragadhatta el a babákat, Igen. és akkor ezt itt nem is lövöm le. Mert teljes mértékben előttem volt ez a kép, amikor olvastam. Nagyon jó volt tényleg, annyira lehet élvezni minden oldalt ebben a könyvben, Hát olvastatja magát, tényleg zseniális, és ö, nem is csodálom, hogy ö, annyi millió példányt eladtak ebből a kötetből, meg is érdemli a népszerűséget. És ö, ugye nem történnek nagy dolgok. Az egyik kedvenc írunk, ugye Kálóvek, Nausgárdnál döbbentünk rá arra tulajdonképpen, meg hát nem csak nála, de ö, ő az, aki több. Ezzel oldalt tud írni. Az biztos. A saját életéről, amikor nem történnek nagy világ megváltó dolgok, meg e, nagy akciók, meg nagy háborúk, meg semmi nincsen, csak az egyszerű emberi élet van, és tulajdonképpen olyan, mintha egy szappanoperába csöppennénk bele, e, csak egy jobb minőségű szappanoperába, ahol lehet azonosulni a szereplőkkel, Látszik, hogy nem végtelen a történet, hogy nem lehet nagyon sokáig húzni, csak még néhány könyv erejéig. Hát pontosan mert, négy könyvből áll összesen. Igen, mert mert két lánynak az életét követhetjük nyomon. Úgyhogy még egyszer megmutatom a Brilliáns Barátnőket Elena Ferrantéttől ajánljuk olvasásra mindenkinek, és ugye nem már mondtad, hogy az, az HBO készített igen, igen. belőle sorozatot, aminek most megy talán a negyedik évadat, de igen, mi még nem néztük meg, majd először elolvassuk hát, a könyveket, persze. mert uh, ugye akkor a sok mindent lelőne az olvasás élményből, úgyhogy uh, de kíváncsi, várjuk a várjuk. folytatást, és akkor most rátérhetünk arra a részre, amikor arról beszélünk, hogy nem. Ö, ö, igen, azt mondja, pont Margit is azt mondja, hogy álnéven ír, ami érdekes. Igen, és ö, semmi fotót, ö, semmi cikket nem lehet róla találni, hogy ki ő. Újságírók nyomoznak utána már nagyon régen, de nem lehet tudni, hogy ö, ki az író valójában. Igen, hát még azt is találgatják, hogy nő-e egyáltalán. Nő vagy férfi írta -e a nápoi regényeket, illetve a többi kötetet, ami megjelent ellen a felrend a alatt. És hát ez ugye azért is érdekes, mert mi is sok íróval, költővel dolgozunk együtt, és a többség az úgy van, hogy minden fórumot keres, ahol megmutathatja magát. Hogy én igenis írok, és akkor itt van az én versem, itt van az én prózám, és hogy a lássák, hogy ezt én csináltam, és van a másik véglet, ami például el a is, vagy ugye a zaphegyező, vagy most már ugye a rosban a fogónak az Így van. írója, aki ugye annyira megijedt a nyilvánosságtól, hogy teljesen elzárkózott, és alkotott írt, ugye 40 évig folyamatosan haláláig, de 40 évig nem nyilatkozott senkinek, és nem került el nyilvánosságot. Tehát vannak azok a zsenik, akik viszont nem akarnak a nyilvánosság elé kerülni, nekik az a fontos, hogy az alkotás zavartalanul folyjon, egyébként Murakami is így van, ugye, hogy ritkán vállal nyilvános szereplést, megvan a napirendje, azt, hogy ő ír neki, az a legfontosabb, és hogy azután mit kezd vele a világ, az már az ő dolga, és ezt a végletet is el lehet fogadni. Mi számtalanszor elmondjuk, hogy tulajdonképpen mi azt a köztes megoldást tartjuk a legszimpatikusabbnak, és ez egy saját vélemény, illetve szerkesztői vélemény, amikor megvan az alázat az alkotóban a műve irán, fontosnak tartja azt, hogy minél jobb minőséget alkosson, de amikor kell, ugye akkor meg is nyilatkozik a közönség számára. Ez az optimális, de hát annyi féle személyiség vagyunk, és hát főleg egy művész-alkotó ember, aztán ő igazán tud szélsőséges is lenni, úgyhogy sok mindennel e, találkozunk, és ezt a helyén kell kezelni. Igen, szóval ez egy nagy irodalmi titok tulajdonképpen, egy homály, fedi Elena Ferrante személyét, kilétét, és um, igazából az egyik legfontosabb kérdés szerintem, hogy számíte, hiszen annyira működik a szöveg, mi csak ezt az egy kötetet olvastuk tőle, de ez annyira működik, ez annyira elvarázsolt mind a kettőnket, Egyébként az első borító, ez, egy, ez, már, egy, ez már egy második borító, ez egy, ez egy ö, második kiadás a, borítót tekintve. Az első borító az nem biztos, hogy meggyőzte volna a férjemet, hogy akkor ezt így megvásároljuk és elolvassuk, de ez, ez, szerintem nagyon találó. Szóval, hogy számít -e, hogyha ennyire, ennyire működik? De hát ugye minél jobban működik, annál nagyobb a kíváncsiság, hogy, hogy ki lehető, aki ezt a csodát művelte. De hát ez azoknak a malmára hajtja a vizet, aki azt mondják, hogy tök mindegy az író, a szöveg a fontos, az, hogy az élményt adjon nekünk, és az, az, hogy minőség legyen. Tehát én azt mondom, hogy leginkább elsősorban erre kell törekedni, hogy jó alkossunk, hogy élvezetes legyen az olvasó számára, és majd, hogy utána jön az, hogy érdekelje az olvasót, hogy kik vagyunk, mert addig tök mindegy, addig nem számít. Ö, egyébként ez igaz, viszont én is tényleg kíváncsi vagyok, tehát, hogy ma olvastam utána ezeknek a dolgoknak, és ö, izgalommal töltötte, ugyanakkor úgy gondolom, hogy tiszteletben kell tartani az író döntését, hogyha ha ő ezt így nem kívánja, akkor, akkor csak élvezzük a könyveit, élvezzük azt, amit elénk tár. Margit írja: Ha a női lélek csillagrendszerét ennyire ismeri és érzékeltetni tudja, akkor talán nő, de tényleg. Igen, minden. igen, igen, hát igen. Én is azt mondom, hogy nő lesz, így van, mert a férfi ilyen dolgokról, ilyen mélységben nagyon nehezen tudna írni, úgyhogy valószínűleg az biztosnak tűnik, hogy. Nőről van szó, de hát csak tippelgetünk. Persze, hát mindenki tagad mindent, mert vannak feltételezések, mert oknyomozó riporterek kutatnak, akár a kiadó számlái után is, hogy kiknek utalnak nagyobb összegeket, tehát hogy már ilyen szinte, szintre ment ez a dolog. Hát. Egyébként nagyon örülök, hogy ezt így kiadták magyar nyelven is, mert tényleg én nem gondoltam volna, pedig nagyon sokszor jött szembe velünk Ferente neve, illetve még az első borítók, a, a regények borítói szembe jöttek velünk könyves oldalakon, de hát sosem gondoltam volna, hogy ekkora kedvencünk lesz, és milyen jó, hogy ránk talált, vagy mit találtunk rá, igazából az már mindegy mert hol is a New York Times. Ó, tényleg, a... nem is volt ez véletlen dolog. Nem. A... Szakmai zsűri. Igen, által elismert tíz legjobb listán az első helyen szerepel. Úgyhogy ö... azt mondtuk a férjem, hogy miért ne? Hát akkor érdemes biztosan elolvasni, és hát teljes mértékben igazuk van, ez, ez nagyon működik. Tehát az elmúlt ö... Ö... A műsor eddigi részében Elena Ferrante Brilliáns Barátnőm című könyvéről beszéltünk, a nápoi regények első kötetéről, és eldöntöttük, hogy a többit is elolvassuk, úgyhogy ha velünk tartotok, akkor olvassatok ti is tőle. Ugye ez a könyvklubban nem lesz feladat a továbbiakban, de ajánljuk erősen, és szerintem aki elolvasta az első részt, az mindenki, kíváncsi a Persze, folytatására egyértelmű. is. Hát ugyancsak erről a New York times listáról jött le nekünk szerintem, úgy, én úgy emlékszem a következő könyv is, amit ajánlani fogunk, de nem csak azért, mert ugye szívesen veszünk be Nobel-díjas írókat is mm -hmm. egyébként ebbe a sorozatba, valakivel nem voltunk annyira megelégedve, így van, de Kíváncsian várjuk a következő szerzőt, épp azért is, mert ugye japán származású és ugye murakami kapcsán mindig nagy elvárásokkal vagyunk a japán <laughs> biztos. jó. 2017-ben kapott irodalmi Nobel-díjat a szerző, egyébként november 8-án tölti a 70. születés, napját, úgyhogy hát valamikor valószínű, hogy valamikor novemberben lesz a könyvklub, úgyhogy, Igen úgyhogy ezzel ünnepeljük őt. Mindenféleképpen értesítünk benneteket. Kazuro Isiguro Ne Engedj El című kötetéről van szó, amit a következőkben fogunk olvasni. És hát olyan vélemény van rögtön itt a borítón, hogy Kamű regényével a Pestis rokon is igoró könyve, egy disztópikus, de ismerős világban dramatizálja a kordilemmáit. Egyébként a háttérben csak a macskánkat hallhatjátok, nincs semmi baj. Igen, Leo is részt akar venni itt a műsorban. A főszövegben azt olvashatjuk, amit már mondtam, hogy 2017-ben nagy érzelmű erejű regényeiért Nobel-díjjal kitüntetett japán származású brit író. Igen, mert amikor 5 éves volt, egyébként 54-ben született Nagasaki-ban, 9 évvel a atombomba ledobása után azért ez elég nehéz lehetett ott élni, gondolom. És a éves volt, mikor az apja kapott egy munkát Nagy-Britanniában, úgyhogy oda költözött az egész család, ezért brit írónak mondják, és az is. Olyan világsikerű regények szerzője, mint a Napokromjai, a ne el, és az Eltemetett Óriás témáját és gondolatívét tekintve minden újabb műve meglepetés. Van köztük a mélységes múltból, amikorunk korunk emberéhez szóló allegória, van a közeljövőben játszódó disztópia, van amelyik Japán második világháborús verességének lelki hatásait elemzi, és van olyan, melynek fő motivuma a zene. De mindegyiket összefűzi az a sajátos látásmód, melynek kapcsán eszünkbe juthat ugyan Franz Kafka, Marcel Prost vagy Vladimir Nabokov, de isiguro írói világa végső soron egészen eredeti, olyan különös fénytörésben láthatja a szorongó emberi lelket, mint senki más. Ebből is készült film egyébként, a Ne engedj elből, de azt is majd csak azután fogjuk megnézni, hogyha elolvastuk. És íme egy kis ízelítő magából a történetből, már-már idilli körülmények között nevelkednek a világtól elzárt magániskola növendékei, de közben sejtik, aztán lassacskán már tudják is, bár egy gyerek számára ez a tudás szinte felfoghatatlan, hogy ők, hogy ők különleges lények, hogy nincsenek szüleik, mint másoknak a külvilágban, és hogy csak azért léteznek, hogy aztán adományozhassanak. Ez ugye idézőjelben van írva az adományozás, de ez érdekes lesz, hogy mit jelent de mégis van az életünkben szeretet és szerelem, van lelkük, és a regény főhősei számára még az a lehetőség is felmerül, hogy az igazi szerelem talán, ha csak kis időre is kimenek, kimenekítheti őket előre megírt sorsukból. Tehát itt se számítsunk nagy ö, akciókra, csak inkább ilyen kis ö, lelki, érzelmi drámára, Isigorú megtévesztő, egyszerűséggel kibontakozó remek műve a legapróbb lelki és érzékeny szemmel meséli el nekünk azoknak a fiataloknak az életét, akik túl hamar kell, hogy szembesüljenek az élet elkerülhetetlen egzisztenciális drámájával. Mondtam a dráma, szó itt is van. regény 2005-ös megjelenését követően rövid időn belül több jelentős irodalmi díjat is elnyert, a Time magazin beválogatta a 100 legjobb angol nyelvű regény közé, és Márk Romanek rendezésében nagy, nagy sikerű film is készült belőle, melyet 2010-ben mutattak be. Ha már kamütt emlegettük, én olvastam a Pestis című ö, könyvét is, az nagyon jó. Én nekem az az egyik kedvencem, ugye nekünk egy olyan kötetünk van, amiben benne van a Pestis is, a bukás, a közöny, ö, meg több kisebb írása, és az egészet így elolvastam, magamévá tettem, és Hát a, a közön is, meg a pest is, is az, 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 az kiemelkedő, az, az nagy kedvenc számomra. Úgyhogy hát így nagy elvárásokkal állok neki majd a kötetnek utána. Tehát ezt fogjuk olvasni a következő időszakban, hogy mikor lesz a következő kibeszélünk, azt majd műsoron kívül megbeszéljük, és akkor holnap Igen. már ö, meg is késérjük pozban, hogy ö, mikor találkozunk legközelebb, vagyis mikor, e, mikor a, lesz az az időpont, amikor a kérjük, vagy javasoljuk, hogy olvassátok el, de bármikor olvashattok bármit tőlünk függetlenül. És ez csak egy kis kev csináló volt a mai műsorunk. Én úgy gondolom, úgy érzem, hogy ez az egyik legjobb beszélő e, e, volt, mert e, amikor jó könyv van, Porondon akkor sok mindent Könnyűn el lehet mondani olyan, igen. <laughs> vele kapcsolatban, és bízunk benne, hogy a következő. Szóval érdemes rá lesz. várni Margit a... Ö, ja, igen. Igen, hogy kiköltsen ez a könyvet. érdemes leszel olvasni. Egyébként ö, most jut eszembe, hogy épp én a Szolgálulány meséjét kezdtem el ma hétvégén olvasni, és teljes mértékben, Ed Food rajongó lettem, nekem ez az első könyvem. Mi annó megnéztük a sorozat első részét, ez most nem ide tartozik, csak eszembe jutott, hogy te mesélted, hogy már olvastad. Megnéztük a sorozat első részét, és akkor ott azt mondta a férjem, hogy köszöni szépen neki, ez így tovább, ez így, ez így nem is kell, nincs rá szüksége. Én viszont annyira kíváncsi voltam rá, hogy akkor mondom, jó, majd egyszer sort kerítek rá, és ez az, és ez az egyszer, ez az most, most jött el ennek az egyszernek az ideje a hétvégén, és oh, lettehetetlen tényleg, hát falom, annyira jó. Örülök neki. Ez csak én ilyen zárójelben. Én Karamazov testvéreknek a harmadik kötet, mármint azt a kiadást, ami három könyvben áll, azt olvasom, és a végén járok már a bírósági tárgyalásom. Ajánlom mindenkinek, hogy olvasson klasszikusokat is, ahogy a Kamüt is, bárkit. Az. Igen, Camus csodálatos. Ugye belőlük építkezik a mai irodalom is, és Közben pedig kénytől a bilincsben című írást olvasom. És egyébként érdekesek a párhuzamok, mert ugye ott is van egy gyerekkori abúzus, amikor a az apuka e, nyúl a kislányához, aki egyébként a főszereplője lesz a könyvnek, aki bírja a vért és a különböző borzalmakat, meg az ágyhoz bilincselészt, akkor az olvass el a bilincsben című könyvet, mert ugye a korábbi borítója is árulkodó, úgyhogy, úgyhogy csak a horror és a erőszakot kedvelő olvasó Így van. <laughs> figyelmébe ajánljuk. Úgyhogy hát köszönjük, hogy velünk tartottatok, és bízunk benne, hogy uh, uh, sokat olvastok, vagy abban is, hogy. Eh, ahogy az íróink szokták mondani, hogy legalább egy embernek kedvet csináltunk az olvasáshoz eh, a mai műsorunkkal, és hogy fogtok a jövőben is velünk tartani. Köszönjük szépen a figyelmeteket, mindenkinek jó egészséget és további szép napokat kívánunk! Sziasztok! Szervusztok!